Megújult a Trio TV műszaki háttere. Egy pályázatnak köszönhetően új kamerákkal és videomixerrel is bővült az eszközparkunk. Ez a felvétel is már az új kamerával készült. Az MTV a támogatási alapjához benyújtott pályázatot a harmadik fordulóban támogatta a médiatanács. Így a szeptember végi szerződéskötést követően megvalósíthattuk a régóta esedékes eszközvásárlást. Az elmúlt időszakban többször is gondok voltak azért a kamerákkal, emiatt a vágással, ez több időt és energiát is felemésztett, így mindenképpen egy olyan beruházást kellett, ami megoldja ezt a problémát. Így elsősorban kamerákat, a kamerákhoz tartozó kiegészítőket, például állványokat vásároltunk. A másik ilyen nagy beruházás az pedig a videomixer, ezt leginkább a büki önkormányzati üléseken és a stúdióbeszélgetéseken lehetett látni. Még 4:3-as képarányjal készültek ezek a felvételek, az egyik kamerát, az addigi legjobbat például nem is lehetett csatlakoztatni ehhez a mixerhez, és hát ahogy összeszámoltuk a korát, 9 éves volt már az a mixer, tehát már bőven kiszolgálta az idejét. 3 kamerát, 2 állványt, 2 külső mikrofont a kamerákhoz vásároltunk, emellett a videomixerünk most már teljesen digitális, mindössze egy ekkora kis kütyűnémi kiegészítővel, ehhez monitorokat, és vagy 250 méternyi plusz kábelt vásároltunk. Ezek röviden csak a beruházások, emellett meg sok kisebb apróság az, amivel sikerül feldobni saját magunknak is a műsorkészítést. Olyan volt, mint a karácsony, amikor elhoztam az eszközöket, lehetett kibontogatni, és tényleg ez óriási lépés itt a Trio TV-ben, mert ekkora beruházás még nem volt itt nálunk. Ezen a pályázaton nem minden helyi tévé indulhatott. Televíziónkat 2011 végével a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közösségi média szolgáltatóként ismeri el. Ez azt jelenti többek között, hogy mint kis régiós helyi televízió kiemelten foglalkozzon a terület közéleti eseményeivel, híreivel, az itt élő kisebbségek kulturális életével, és kevesebb reklámot sugározzon. Előnye a besorolásnak az, hogy bizonyos pályázatokat csak ezeknek a tévéknek és rádióknak írnak ki. Az elnyert összeg 3.196.592 forint. A tervezett pályázati beruházás 5.074.000 forint volt, de a deviza árfolyam változás miatt végül 5.250.000 forintnyi értékkel bővült a Trio TV eszközparkja. Amit önök a képernyők előtt leginkább észre fognak venni, bízom benne, az a képminőség a szerkesztett műsoroknál, valamint a stúdióbeszélgetéseknél és az önkormányzati üléseknél pedig végre sikerül átállni a 4:3-as képarányról a 16:9-es képarányra. Sőt, ez a beruházás lehetőséget teremtett arra, hogy most már teljes mértékben HD-ben készítsük a műsorokat, így gyakorlatilag, amennyiben a PR Telekom hálózata engedi, nem csak az analóg hálózatra kerülhetnénk fel, hanem a digitális hálózatra, ráadásul oda is a digitális hálózatra is HD minőségben tudnánk adni. Ami emellett még nagy előny, hogy a YouTube-on és a saját honlapunkon fellelhető videók egyre több része lesz majd megtalálható HD-ben is. Emellett még egy kis hír a Trio TV házatájáról, hogy a helyi televíziók országos egyesülete is a tagjai közé választott minket. Ez remélem, hogy majd a műsorokban is meg fog látszani rövid időn belül. Következő hetekben, hónapokban több kisebb-nagyobb változást láthatnak majd a Trio TV műsorán és a YouTube-ra feltöltött videókon. Új szignálokkal, feliratokkal és megújuló képújsággal is szeretnénk kedveskedni a nézőinknek.